Na hát, akkor én ma nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm a Pénzteremtő Szerda legújabb beszélgetésén azokat, akik velünk tartanak itt a teremben, élőben, a Facebookon, vagy pedig majd később felvételről. Augusztus 10-e van. Gyerekek, már csak 10 nap és augusztus 20. Éppen pont ma arról beszélgettünk, hogy körülbelül még 160 nap, és itt van karácsony. Már megint. Hip-hop itt lesz, igen. Ja, igen. Nem tudom, ti mit gondoltok erről, de én azt látom, hogy egyre gyorsabban telik az idő, főleg akkor, ha az ember mindig olyan dolgokat csinál, amit szeret csinálni, amivel szeret foglalkozni, akkor a leginkább ezek ilyenkor megtörténnek. Kiteszem nagyba, hogy jól lehessen látni, és akkor hatalmas nagy szeretettel üdvözlöm Nagy Zsuzsánnát, online mentort és a Gazdagodás Akadémia trénerét, valamint Kapusi Adrient, online bevétel növelő mentort, és hát a mai témánkról szeretnék egy kicsit beszélni. Egy nagyon-nagyon érdekes témát hozott föl az egyik csoporttagunk, ugyanis az volt a kérdése, hogy vajon hol van az a határ, amikor a szponzorálás az jól és eredményesen tud működni, amikor a szponzor nem lép túl egy bizonyos határt, nem túl sok, és nem is túl kevés, tehát mindig a megfelelő időben a megfelelő mennyiségű információt adja át, és mindig a megfelelő mennyiségű segítséget és támogatást tudja adni. Vajon honnan tudja azt egy jó szponzor, hogy az, akit ő szponzorál, az a tag, az meddig fogadja el a tanácsokat, az irányítást, hogy mikortól mondja azt, hogy na, ezt most már inkább én szeretném csinálni, az én szabadságom, az én kreativitásom, az én szabad döntésem kellene, hogy már érvényesüljön. Tehát ma erről fogunk beszélgetni, ez lesz a közös témánk, és hát először is azért kérem Adrient arra, hogy beszéljen erről, mert hogy aki felhozta ezt a témát, az az ő saját direkt közvetlenje. Tehát akkor azt hiszem, hogy ez a lehető legjobb, hogy így akkor ez erről ő kettőjük kapcsolatában tud erről beszélni. Oké. Szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a bemutatást és a meghívást is, Doli. Ugye nem régiben, körülbelül hát nem is tudom, 3-4 hónappal ezelőtt csatlakozott hozzánk Angliában élő egyik üzlettársam, Orvai Gábor, így nevesítem is. Ő akkoriban még másfajta típusú termékes üzlettel is foglalkozott ez mellett, az online üzletépítés mellett, és hát nem tudom, hogy célszerű-e nevesíteni a hálózatot, Zoltán, ezt a tanácsodat kérem ebben. Ó, teljesen mindegy. Jó, hát jó, egy hasonló, mint az, amit én is jól ismerek. Ez a hálózat egy J betűvel kezdődő franciás nevű cég, gyakorlatilag, Minden esetre amelynek ő akkori. anti-aging-gel foglalkozik. Igen, így van. Tehát, Ki van találva? Igen. igen, körbe van írva rendesen. Aki tudja, tudja, aki nem tudja, ott meg úgy sem számít. Tehát a lényeg az, hogy úgy csatlakozott talán, és megítélésem szerint az ő kérdése ezért is irányul ezekre a dolgokra, mert ott egy teljesen más típusú üzletépítés és üzleti modell működött gyakorlatilag, és nagyon sokszor tett említést olyan feltételekről, hogy úgy érzi, hogy nem becsülik meg, illetőleg nem emberileg közelítenek
a jelöltekre, hanem meg is mondták kerekperec, hogy üzleties szemlélettel, és ebből az üzletkötőket nem érdekli más, csak az üzlet, és ne is menjen bele olyan részletekbe, mint hogy annak az embernek ilyen vagy olyan igénye. Kell, nem kell, eszi vagy nem eszi, nem kap mást kés címszóval. És egy idő után őt ez rendkívül kezdte gyakorlatilag nyomasztani ez a fajta metodika. Aztán ugye amikor találkoztunk, gondoltam, hogy javaslatot teszek rá, hogy esetleg meg is hívhatnánk ebbe a beszélgetésbe, mert nyilván erről leginkább én nekem csak áttételesen van rajta keresztül információm, viszont szerintem a velem való üzleti kapcsolat és abban a másik üzletben való kapcsolatrendszere szerintem ég is föld volt a kettő között, és gyakorlatilag most is azt lehet elmondani, hogy én ugyanúgy, ahogy te sem bennünket, Zoli, ugyanúgy én sem őt, gyakorlatilag soha az életben nem próbáltam meg semmire se utasítgatni, se kritizálni, se lögdösgetni. Mindenki maga fogja tudni, hogy mikor következik el az a pillanat. Ami információt adhatok és tehetek, azt megteszem, és tanultam tőled, és ugyanígy azt is ajánlom bárkinek is, amit te tőled tanultam. Ahhoz, hogy se sok, se kevés ne legyünk, a velünk kapcsolódó embereknek 2 hetenként, az a legtöbb időpont, 2 hetenként rákérdezni annyival, hogyha nem jelentkezik bármiért is addig, mert bármi baja is lehet, szóval nem csak üzleties jellegű, hanem az életben bármi más egyéb is, rákérdezni arra, hogy hát segíthetünk-e valamiben, vagy miben segíthetek. És de nem felszólítás szerűen, vagy elszámoltatás szerűen, hogy akkor te most hova tűntél meg miért nem jelentkezel, vagy mit csinálsz, vagy mit nem csinálsz, vagy bármi ilyen. Azért kezeljük felnőttnek az embereket, és engedjük meg azt, hogy hadd mondja ő maga el, hogy és ne is menjünk elébe éppen ezért, hogy hadd mondja ő maga el, hogy ő éppen hol tart, miben kér segítséget, amit lehet kérése szerint segítsünk hozzá és adjuk meg. Például pár nappal ezelőtt volt egy huzamosabb beszélgetésünk, mert amikor csatlakozott hozzám, akkor ugye neki magának még csak mindig egy telefonja van, és laptop vásárlást még nem tudta megejteni, és ugye csatlakozott hozzánk egy telefonos kapcsolaton keresztül, azaz, tehát azonban hát a legnagyobb meglepetésünkre, ugye menet közben derült csak ki, azért ezt elmondom, a konferenciaterem háttér irodájának a beállításait az csak laptopról lehet megcsinálni. Tehát ne is próbálja senki telefonról, nem fog menni. És akkor törtük az agyunkat, hogy hát akkor hogy oldjuk ezt meg, hiszen neki nincs laptopja, és kellene neki minimum 2 kód, tehát mindkettő a moderátori kód, egyik ilyen, másik olyan, és hát végül is úgy döntöttünk, hogy a telefonos moderátori kódot még amikor belépett, rögzítettük, és letudtuk, úgy rögzítettük, hogy megadtuk, de miután a részletes háttérbeállításokat az irodában már nem tudtuk a telefonjáról megcsinálni, ezért számomra is megadta gyakorlatilag ugyanazt a moderátori belépési kódot, hogy én az én saját laptopomon kérése szerint be tudjak menni az ő irodájába, és akkor be tudjam állítani a No Lifestyle weboldalnak a háttér irodai beállításait. Amikor már ez megtörtént, ugye akkor már volt minden, és akkor megnyitott, és az én laptopomról lett megcsinálva számára az irodai háttér, tehát az irodai viszont
PC-s belépési kódja is, illetőleg aztán csináltuk meg róla a vendéglinket és minden egyebet. És hát ez egy viszonylag kicsit régebben történt, és kérte, hogy elevenítsük már fel, hogy milyen beállítás, hogyan is van, magyarul, hogyha őtőle is érdeklődik bárki, illetőleg neki magának is felvételt, most már ki is próbáltuk az irodáját egy pár napja, hogy gond nélkül tud-e készíteni felvételt telefonról is, de kifogástalanul működött a készülék is, és gyakorlatilag még nem fogott hozzá mi a csodához az interjú készítéséhez, viszont ő maga is elindult, és érdeklődéssel figyeli ezeket a szerdai beszélgetéseket, sok mindent tud ebből saját maga számára hasznosítani, és azt gondolom, hogy egyáltalán nem működik ez úgy, hogy na most bármelyikünk bárkitől, egyikünk a másikától bármilyen noszogatást, netán lepirítást, vagy rosszabb esetben még mindenféle lelki nyomást és terort is akarna, vagy óhajtana gyakorolni. Én nem is vagyok ez a fajta ember, ő sem szerencsére. Mindig előre szoktuk egyeztetni, hogy mikor fogunk beszélgetni, és hát ugye ő maga is partner lett a GPS előfizetéssel rendelkező társaink közül, és hát folyamatában kell konzultálnunk, hogy éppen per pillanat mit kell, hogy lépjen, ha nem is napi kapcsolatot jelent, viszont azért heti egyszeri, kétszeri, tehát többszöri, az viszont biztos, hogy igaz. Tehát, és én ugyanezt tudom tanácsolni másnak is. Szóval maximum 2 hét az a legtávolabbi időpont, hogy ne csak az ügyfelekkel összefüggésben, hanem a saját kollégáinkkal összefüggésben is végezzük ezt a bizonyos ápolási feladatot, és kérdezzük meg tényleg, hogy mi újság van vele, és hogy érzi magát, és mibe segíthetünk. Mert szerintem élő marad a kapcsolat, ő maga is érzi, hogy fontos, ami nem kevésbé jelentős momentuma annak, hogy ebben az üzletben bárki jól érezze magát, és meg tudjuk tartani. Ugyanakkor viszont lehet, hogy vannak banális apró dolgok, amit hát nagyon sokan vannak úgy, hogy nem is szívesen kérdeznek meg, mert hát biztos hülyeség is, mit gondol rólam a másik, ha én most ezt megkérdezem tőle. És akkor így át lehet segíteni ezen az aggályán is, mert hülye kérdés nincs senkinek se. Legfeljebb az üzlet elején elindulva még nagynak látszó problémák. Köszönöm. Köszönöm szépen. És akkor Zsuzsa, most akkor téged kérlek arra, hogy te meséljél, ha esetleg van valami saját személyes tapasztalatod, vagy olyan élményed, amit így szeretnél velük megosztani, akkor légy szíves, most beszélj erről, jó? Köszönöm szépen. Szép estét kívánok én is mindenkinek. És ugye többek között az is volt a kérdés, hogy hogyan veszik a mi munkatársaink azt, hogy hogyha esetleg irányítani akarjuk őket, vagy érzik-e ezt, vagy hasonló. És én nem tapasztaltam azt, hogy azt hiszik, hogy irányítani akarom őket, és hogyha magamból indulok ki, gondolkodtam ezen a kérdésen, tehát hogyha én megfordítom ezt a dolgot, hogy mondjuk én vagyok egy olyan, aki vásároltam egy olyan terméket, amihez van mentorálás is jár hozzá, akkor én úgy gondolom, vagy úgy szeretném ezt, vagy úgy várom el, hogy mutassa nekem az utat, hogy akkor mit kell csinálni, hogyha megcsináltam az adott feladatot, akkor nézze meg, hogy az jó-e, hogy mit kell még rajta javítani, hogy elfogadható-e az adott szintet megütje, hiszen ebben ő a szakértő, és én elfogadom azt, hogy ő jobban tudja, mint én. Tehát én ezt így megfordítottam, hogy én hogy érezném az adott helyzetben magamat,
de igazából ugye arra nincsen ideje valakinek, hogyha ha sok ember tartozik hozzá, vagy olyan terméket értékesít, amit sokan megvásárolnak. Nyilván, hogy arra nincsen ideje, hogy annyira nagyon irányítsa az embereket. Most, hogyha itt magamra gondolok, akkor hogy igazából szükségük van az irányításra, vezetésre, de pontosan én is így gondoltam, ahogy Adrián mondta, hogy a két hét, hogy tényleg akkor, ha addig nincsen mozgás, nincsen életjel, vagy azt látjuk, hogy nem történik semmi, akkor rákérdezünk. Tehát én nagyon kedvesen és szépen megkérdezem, hogy akkor van-e szükség segítségre, és akár lehet telefonon, vagy messengeren, vagy én azt gondolom, hogy ez jobb, ha szóban, mint hogyha csak írok rá, és akkor vagy meglátja, vagy válaszol, vagy nem, lehet, hogy nem is látja. Tehát jobb, hogyha szóban beszélünk, mint ahogy ma is így történt, hogy gondoltam, hogy tehát nem azért nem történik semmi a most napok óta az üzletében, mert hogy nem akarja csinálni, hanem lehet, hogy valami elakadás van, és akkor rátelefonáltam. És valóban így volt. És akkor megbeszéltük a dolgot, hogy tudjuk ezt orvosolni, hogy tudjuk megoldani. Úgyhogy ez így akkor fog haladni szépen a maga útján. Úgyhogy azt gondolom, hogy nálam nincs ilyen, hogy azt hiszik, hogy irányítani akarom őket, igazából a személyiségemből is adódóan. Nem vagyok egy olyan nagyon autokratikus vezető, hanem inkább szeretem azt, hogy ha követnek, ha azt másolják, amit én csinálok, szerintem az a jó dolog, és nem azt, hogy mi majd irányítjuk meg, megmondjuk, hogy mit kell csinálni, hiszen a network marketing nem erről szól. Ugye itt nincsen főnök és beosztott viszont, itt csak szponzorok, vagy mentorok vannak, és egy közösségben dolgozunk. Tehát olyan, hogy valaki nagyon önálló, olyan nagyon ritka, hogy nem kell rászólni és megkérdezni, hanem ő megy és csinálja a dolgát, az nagyon ritka. De van olyan is. Azért kíváncsi lennék rá, mert hogyha te elmondod, Zoli, hogy velünk kapcsolatban például, vagy hogy te hogy tapasztalod, hogy ezt a kérdést. Most én egyelőre akkor ennyit szerettem volna hozzászólni. Köszönöm szépen. Na, én először is, tehát bevezetőbe. Én azt gondolom, hogy kétfajta mentorálás van, vagy szponzorálás. Ha már ugye online marketingről és online networkről beszélgetünk, online MLM-ről, az egyik az a technikai, a másik pedig az üzletvezetési. A technikainál ott egyértelmű, ott autokratának kell lenni egy kicsit, és igenis irányítani kell, mert ha valaki nem látja az összefüggéseket az online törvényszerűségekben, hogy mi hogy működik, mi miből következik, és mi miért kezd el gördülékenyen egymás után folyamatában működni, és összekeveri a dolgokat, akkor sikertelen, eredménytelen lesz. Tehát ilyen szempontból igenis meg kell tudni mutatni, ide kattints, oda kattints, ezt csináld, azt csináld, így csináld, úgy csináld, és akkor elkezd majd neki az a dolog működni. Ezek, ahogy mondtam, ez egy kicsit ilyen autokrata irányítást igényel, és csak annál lehet megcsinálni, ugye, aki hagyja magát ilyen szempontból vezetni, akiben van olyan alázat, van annyi alázat, és van olyan felismerés, hogy hát figyelj, ehhez tényleg nem értek, és akkor tényleg fogadjam már egy olyan embertől, akinek
ilyen szempontból vannak már eredményei. A másik pedig, ahogy mondtam, az üzletvezetési. Na, az ott már egészen más tészta, ott sokkal nagyobb szabadságot kell engedni, és amire én szerintem egy szponzornak figyelni kell, az az, hogy milyen a szponzorátnak a személyisége, hogy melyik fő jellemvonások vannak jelen az ő személyiségében, mennyire kolerikus, mennyire szangvinikus, mennyire melankolikus, vagy mennyire flegmatikus ez a személy, vagy ezeknek milyen, mekkora arányai vannak jelen az ő életében, mert akkor nagy valószínűséggel ő ilyen típusú, vagy ilyen összetételű embereket fog zömében bevonzani az üzletébe. Éppen ezért tudom azt mondani, hogy magának a vezetőnek, tehát a szponzornak is bizonyos szempontból tisztába kell lennie a saját személyiség jegyeivel, és össze kell tudni hangolnia ezeket a dolgokat, hogy egy gördülékeny együttműködés lehessen. Ezek után meg azt tudom mondani, hogy nekem van egyfajta rálátásom arra, hogy hogyan működik ez tényleg ilyen távmódszerrel, hiszen ugye az ausztrál vezetőm az, hát még életében egyetlen egy ilyen beszélgetést nem csinált meg, életében még egyetlen egy ilyen bemutatót nem tartott. Ő a következőt csinálta, ő elkészített egy videófelvételt, ahol beszél azokról az előnyökről, amiket maga a GVU tud adni, a saját tapasztalatairól, hogy miért választotta magát ezt a GVO-t, némi technikai összehasonlítás más cégeknek a termékeivel, ennyi, és aztán utána ezt az egészet automatizálta. Úgy, ahogy volt. Tehát nála ilyen, mondhatnám így, hogy ilyen közelebbi kapcsolatfenntartás, mint például messenger üzenetek, vagy más egyéb ilyenek, azok nem nagyon vannak. Mindazonáltal, igen, van egy csoport, egy Telegram csoport, ahol azért adják, hát megadják a visszajelzést, ha valakinél sikert látnak, és ami még nagyon fontos, hát természetesen működik az e-mail küldés, az folyamatosan. Az bizony van, hogy naponta többször is küldenek e-maileket, főleg akkor, amikor valami olyasmi van, hogy oké, akkor most csináljunk valami nagyobb eredményt, valami nagyobb duranást, van valami újdonság, várható a cégen belül, mint például most is, majd nem sokára várható lesz egy újdonság. Ennél többet nem mondhatok, mert titoktartási szerződésem van, de azt tudom mondani, hogy elképesztően nagy dolog lesz. A lényeg az az, hogy igen, ők már ilyenkor készülnek, ők már ilyenkor építik magát a kampányt, ők már ilyenkor írják a hírleveleket, és igyekeznek, tehát ez az angol csoport, ez tényleg kifejezetten úgy gondolkozik, és úgy csinálja a dolgait, hogy mindenféle határt, kontinenst, időzónát, mindent átlépve, hogy hogyan tudnának minél inkább emberekhez eljutni, és ezt ugye azt is belátjátok, hogy nem mindig lehet ebben a formában, mint ahogy ezt mi itt a magyar csoporton belül csináljuk, hogy ugye minden hétfőn élő bemutató, szerdánként pedig egy beszélgetés, vagy valamilyen tréning, tehát de az is igaz, hogy ott egészen más a fogadóközeg, tehát ilyen szempontból az is egészen másképp működik, és azt látom ott, hogy az ausztrál srácnál, hogy ő egy hozzám hasonló, ilyen kolerikus, beállítottságú, ilyen műszaki
rendszerező gondolkodású, vagy rendszer elméleti gondolkodású gyerek, ezért is tudjuk egymást jól megérteni, és jól kiegészíteni. És amikor én arról kérdeztem őt, hogy hát bemutató, meg ilyesmi, akkor azt mondta, figyelj, minek? Hát a Joel úgy is megcsinálja. És igaza van, mert a Joel megcsinálja, neki egy dolga van, hogy ő, tehát ő neki az az egy feladata van, hogy a forráshoz vezesse az embereket, és megmutassa nekik, hogy na, ki az, aki a legautentikusabb ezen a területen. Ilyen szempontból igaza van. A más szempontból pedig, amit látok, az az, hogy igen sokáig, tehát igen komoly ideig a lemorzsolódás és az új embereknek a behozatala, az valahogy úgy hát többször volt mínuszban, mint pluszban. Amikor pluszba, akkor viszont jól megszaladt, és ez azért volt, mert akkor mindig beindult egy-egy újabb kampány, amikor még több embert, még több embert, még több embert ért el, sikerült újabb, frissebb e-mail adatbázisokat építeni, és azokon keresztül jöttek be azok az új emberek, akikből aztán végül is megmaradt annyi, hogy egy idő múlva, tehát egy bizonyos létszám fölött, ez itt ilyen durván 2000 fő volt, elkezdett már a megmaradási arány folyamatosan pluszba megmaradni, tehát egyre több ember maradt bent, és egyre kevesebb ember morzsolódott le, és én azt látom, hogy amikor valaki megcsinálja azokat a lépéseket, amiket ti is megcsináltok, hogy két hetente egy-egy érdeklődés, baráti érdeklődés, személyes érdeklődés, akkor maguk a jelen, tehát a csoportban benne lévők is másképp reagálnak, de hát ez teljesen normális, hiszen a Magyarországon még az online gondolkodásnak a mozgalma még nem annyira elterjedt, mint ahogy az a világban. Tehát akik abban a csoportban vannak, részükről a nemzetiség az egy ötödrangú kérdés. Az, hogy valaki Szaúd-Arábiában, Indiában, Észak-Amerikában, Mexikóban vagy hol él, az nekik tök mindegy. Mint ahogy a vallás és a bőrszín is tök mindegy. Egy a lényeg, hogy ha van eredmény, akkor, és jó eredmény, akkor azt osszuk meg egymással, mutassuk meg, hogy az miképpen született, az a jó eredmény, és aki akarja, az kiveszi belőle a számára fontos információt, és esetleg elkezdi másolni. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és az én szemszögemből igen-igen komoly üzenete van a számomra, mert amit most itt látok Magyarországon, ahogy ez a megosztottság folyamatosan egyre inkább jelentkezik, mind a politikai, mind a gazdasági életben, erre a lehető legjobb válasz az, amit én ebben a csoportban látok, ezt a fajta együttműködést, ezt a fajta értékrendet, én azt gondolom. Tehát igen, kell az autokrata vezetés, akkor, amikor azt mondom az embernek, hogy ide kattints, oda kattints, ezt csináld, azt csináld, és kell egy bizonyos kreativitás, és kell egy bizonyos, tehát kreatívnak kell hagyni, hogy az kibontakozzon, valamit kell neki hagyni, szabadságot. Most mondok megint egy közvetlen példát. Ugye, Zsuzsa, éppen pont mielőtt kezdtük, akkor kértél föl rá, hogy írtál egy anyagot, és hogy majd nézzük át közösen, ha esetleg van valami javaslatom ebben kapcsolatosan, akkor azt tegyem meg. És ez teljesen természetes, hogy én ezt meg fogom tenni, és teljesen természetes, hogy segíteni fogok benne. Mindazonáltal most is azt mondom, és mindig is azt mondtam,
Nem az számít, hogy nekem mi tetszik, vagy hogy neked mi tetszik. Gyerekek, online marketingben egy dolog számít, mire kattintanak és mitől vásárolnak. Ez számít. Ha ez valami olyan számodra buta, pocsék, vagy elfogadhatatlan dolog, akkor azt neked kell ebbe belenyugatnod, mert az. Mert lehet akármilyen csúcs, szuper, csili-vili weboldalad, meg értékesítési szöveged, meg minden, ha nem kattintanak rá, ha nem éri el az embereket, ha nem történik belőle akció, akkor pont semmit nem ér. Akkor pont semmit nem ér. Tehát éppen ezért, amikor ilyen vezetői módszerekről van szó, vagy üzletviteli módszerekről van szó, ilyenkor én mindig azt mondom, hogy tegyük le az alapokat, induljunk el valahonnan, és aztán fejlesszük azzal, hogy folyamatosan tesztelünk. Tesztelünk, változtatunk, tesztelünk, változtatunk, tesztelünk, változtatunk, addig, amíg a lehető legjobb eredményt el nem érjük. Ez egy ilyen egyszerű dolog. Igen? Igen, Zsuzsa? Az jutott eszembe, hogy miért is járnak az emberek a közösségi médiára? Szórakozni. Azért, hogy meglessék, hogy mások éppen mit csináltak, stb. És hát, ha van valami jó pofa, szórakoztató dolog, ezért járnak. És azt látom néha, hogy bizonyos üzletekben, bizonyos emberek egyfolytában csak tolják azt, hogy most ez az akció, most ez van, most az van, most nem az van, mindig az üzlet. És akkor csodálkoznak azon, hogy erre nem reagálnak. Pedig hát ők minden nap kiteszik a dolgaikat, és hogyha tényleg belegondolnánk abba, hogy ők, tehát hogy én miért járok oda a közösségi médiára, egy kicsit nézelődjek, hát ha találok valami jó pofa dolgot. Úgyhogy én ezért szoktam néha kitenni olyat is, ami, mit tudom én, kiteszem a kis cicám, hogy játszik, vagy ilyesmi, mert ez nagyon tetszik, ez ilyen dolgok az embereknek. És én azt vettem észre, hogy a motiváció, hogy az is nagyon-nagyon megérinti az embereket, hogyha úgy a lelkükhöz szól az ember, akkor az annak van ereje. Nem annak, hogy most én, nekem van egy ilyen jó termékem, és akkor nézzétek meg. Valahogy erre kellene ráállni. Hát a másik, ami közben mondtad, hogy te egy kolerikus típusnak gondolod magad, én azt látom azért, hogy vannak benne bizonyos melankolikuségek is, mert hogy akkor mi is ugye, tehát olyanokat vonzanál be, akik kolerikusak, de az ugye, hogy folyamatosan te is fejleszted magadat, meg ahogy ugye mi is fejlesztjük magunkat, a személyiség alakul, és abból lehet ezt leszűrni, hogy milyen emberek találnak meg minket, hogy tehát abból veszük észre, hogy megint fejlődtünk, meg változtunk, hogy megint kik azok, akik körülvesznek, meg akik követnek minket. Köszönöm. Köszönöm a kiegészítést. Most akkor ismét egy újabb kérdés, hogy én mit gondoltok erről, amit most én mondtam, erről az irányítás, tehát a technikai és üzletviteli gondolattal kapcsolatban. Igen, Adrien? Pont ezt akartam mondani, hogy hát ez, amit már elmondtál ezzel kapcsolatban, érdekesnek találtam az álláspontodat, hogy te ezt autokratikusnak tekinted, amikor vezéreled az embereket az információ átadás során, ami számukra mind új, mert én egészen egyszerűen csak oktatásnak tekintem. És ez, ami ez, tehát egy pedagógus, egy nevelő, egy óvónő, egy tanárnő nem tekintheti magát attól autokratikusnak, mert ő a gyereket az órán vezérli, az ABC helyes írása közben, ő ismeretet ad át, oktat, és aki fogadja, gyakorlatilag az szerintem egynek sem lesz az az érzése, gyakorlatilag, hogy akkor te itt most autokratikus dolgokat javasolnál. És én szerintem ezt ezért meg is kell különböztetni attól, amikor valaki
hogy is mondjam, a másik ember választási szabadságába, azon túl, hogy megmutatja neki, hogy kell írni, hogy ABCD, de szeretné az a valaki mondjuk azt az ABCD-t, most mondok valamit, gótikus írásmód szerint írni, mert neki azt tetszik. És akkor mindenáron a választási szabadságában innen már autokratikusan utasítgatni, hogy már pedig nem ezt használod, hanem az írás, az arab írásjeleket. Na, ez már autokratikus. Tehát én ezt megkülönböztetném, és nem is venném ebbe a kategóriába, mert szerintem ez kicsit becsaphatja azt, aki bennünket most hallgat, mert esetleg megijesztheti attól, vagy elijesztheti attól, hogy bármit is tanuljon tőlünk, holott egyikünk sem fog senkire semmi olyat rákényszeríteni, amit maga is ne szeretne megtanulni. Ezért, ha valaki meg szeretné azt a dolgot tanulni, természetes, hogy azokon a lépcsőkön végig megy, és ő azt nem fogja megítélésem szerint kényszernek érezni. Tehát én azért ezt így megkülönböztetném, mert ez fontos. Tehát viszont valóban vannak olyan típusú emberek, akik a másik személyre az ő elképzeléseiket igyekeznek akár ezen közös munkában is ráerőltetni, és nem veszik figyelembe azt, hogy az a személy, mint személyiség, mint az előbb utaltatok rá, hogy kolerikus, meg ilyesmi. Én például egy szangvinikus ember vagyok, tehát hogy éppenséggel az ő személyiségéből mi fog következni, mondjuk a felső vezető személyiségével ellentétesen. Na, ott azért már gáz van, mert előbb-utóbb rosszul fogja érezni magát a mentorátja, hiszen ugyanaz a dolog fog majd megtörténni, mint az Ormai Gabi kollégámnál, abban a bizonyos másik üzletben, hogyha nem az ő elképzelései és kérdései szerint kapja meg a válaszokat, hanem aszerint, amit a felső vezetők látni óhajtanak a munkájában, vagy a ténykedésében, na ott ő azt már azért nagy valószínűséggel autokratikusnak fogja érezni. Mert itt ez már elkülönül a tanítástól, ott egy bizonyos fajta elvárással vannak a felsőbb emberek az alsóbbaktól, ami viszont nem helyes. Nekem ez a meglátásom. Köszönöm szépen, Adri. Nos, én már beszéltem erről, de hát az ismétlés a tudás anyja. Én személy szerint, mint ahogy a Zsuzsa is mondja, tehát ha már egyszer fizettem azért, hogy megvettem egy szoftvercsomagot, ha már fizettem azért, hogy van valami, amit használni akarok arra, hogy eredményesebben tudjak jelen lenni az interneten, akkor bizony számomra az egy könnyebbség, segítség, hogyha én annak megtanulom annak a kezelését. Mint ahogy például, hogyha megveszek egy telefont, hát akkor ott is ugye fogom magamat, letöltöm a kezelési útmutatót, és szépen végigolvasom, és megnézem, hogy mi hogy működik, rákapintok arra a gombra, vagy megcsinálom azt, vagy váltok olyanra, tehát megnézem, hogy mikor mi fog történni, és akkor így nagyjából megtanulom használni az eszközömet. Tehát pontosan ugyanerről van szó. És én azt mondom, hogy én legalábbis úgy vagyok ebben kapcsolatosan, hogy én nem várok arra, hogy na majd az én felső vonalam, vagy a szponzorom majd rám írjon, hogy na most akkor mi van veled, vagy hogy van veled mi. Én megyek és csinálom az én dolgomat, itt teljesen önjáró vagyok. És azt hiszem, hogy mi mindannyian leginkább azokat a típusú embereket keresünk, akik szintén ilyen önjáróak. Joelnél ugye nem véletlenül van több mint 800 ezer ember, és neki ugye nem nagyon kell válogatnia, hogy most akkor ezzel beszélek, azzal meg nem beszélek, ezt segítem, amaz meg nem segítem, hanem ő egyszerűen úgy van, hogy gyerekek, én csinálom a dolgomat, és aki úgy gondolja, hogy szeretne valami olyasmit, hogy én foglalkozzak vele, vagy
tegyek ki érte valamit, akkor azt tegyen le az asztalra valamit. Tehát lássam, hogy ő igenis valamilyen eredményt már elért. És én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tényleg hosszú távon tudjunk egymással tervezni, és amiért igazándiból elkezdtük magát a network marketinget, az ugye az, hogy hosszú távú dolgokat akarunk kiépíteni. Tehát nem úgy, jó, most itt vagyunk, aztán hülyeskedünk egy kicsit, egy-két hétig együtt vagyunk, együtt lógunk, csinálunk baromságokat, utána elfelejtjük egymást. Vagy összeveszünk minden lótúról, és aztán mindig csak veszekszünk egymásra, annak sincsen sok értelme. Nagyon sokan, nagyon sok helyen elmondták. Elmondta Eric Worre, elmondta Tony Robbins, elmondta Grant Cardone, többiek is mind elmondták azt, hogy a network marketing, ez egy hosszú távú dolog. Pontosan ugyanúgy történik, mint amikor valaki ugye házasságot akar kötni. A házasságot sem két napra gondoljuk, meg nem egy évre, meg nem két évre, hanem évtizedekre, nem? És hogyha már ebben gondolkozunk, és évtizedekre akarunk embereket behozni, akkor igen, igenis én azt gondolom, hogy meg kell adni mindenkinek azt a szabadságfokot, és meg kell adni azt a lehetőséget, hogy a kreativitása és az ő saját belső motivációja mozgassa őt tovább, és vigye mindig, hogy ő is önjáróvá tudjon válni. Természetesen, ha van valami elakadás, akkor egyértelmű, teljesen egyértelmű, hogy kihez fogok fordulni. Hát természetesen mindig ahhoz a támogatói közeghez, aki tud támogatni. Ha technikai problémám van, akkor a technikai támogatáshoz. Ha üzletviteli problémám van, akkor abból a szempontból. Nálunk azért speciális ez a viszony köztem és Joel között, mert ő rendszeresen tesz ki videókat, ami kifejezetten az üzletvitellel kapcsolatos. És én nekem, tehát én azt mondom, hogy számomra pedig a lehető leggyümölcsözőbb, a lehető legjobb eredményt az hozza, ha én megnézem ezeket a videókat, kiedzetelem, és elgondolkodok rajta. Mert mi az, amit látok? Az azt látom, hogy én nekem nincsen 800 ezer emberem. Én nekem nincsen saját cégem, nekem nincsen saját szerverparkom, nekem nincsen olyan annyi lehetőségem, mint amit Joelnek megvan. Amit tudok, az az, hogy amikor ő elkezdte, pontosan onnan kezdte, ahonnan én elkezdtem. Tehát ha én oda akarok jutni, ahova ő, jó, mondjuk nincsen se rövid, se hosszú távú célomban az, hogy saját szerverparkom, és saját nem bérelt, hanem saját irodaházam legyen, főleg nem Texasban. Tehát ilyen céljaim nincsenek, de az a célom megvan, hogy legyen legalább 100 000 ember a csoportomban, az a célom megvan, hogy ne csak annyi legyen a bevételem, mint amennyi most, hanem ha azzal tudok másoknak segíteni, már pedig van ilyen célom, hogy másoknak segíteni, akkor lehetne több, mert vannak olyan programok, vannak olyan emberek, akiket érdemes lenne támogatni, mint például szegénysorsú tehetséges fiatalok, mint például azok az idősek, akik elvesztették a családjukat, bármilyen okból is, akkor azok az emberek, akik önkéntesként működnek a társadalom jobb átételébe, és olyan feladatokat vállalnak föl, amiket az állam nem tud, vagy nem akar segíteni. Tehát van, tehát a többletbevételnek van bőven helye. Hát lenne bőven helye. Én ezeket a többletbevételeket nem arra szánnám, hogy már pedig akkor én most havonta cserélem a Jaguarjaimat mindig a legújabbra, vagy a Rolls-Royce-aimat mindig a legújabbra, vagy most felsorakoztatok 5 darab
mit tudom én, Lamborghinit a saját garázsomba, tehát nekem nem ezek a céljaim. Egyáltalán nem ezek a céljaim. Én nem, egészen másképpen gondolkodok és működök ilyen szempontból. És én azt gondolom, hogy azok az emberek, akik velünk kapcsolatba kerülnek, és akik ugyanígy ezeket az értékeket tartják igazi értéknek, és nem azt tartják értéknek, hogy na most akkor milyen kastélyt vásárolok meg, és annak a garázsában hány autót rakok bele, és hogy az a zongora, az milyen értékes versenyzongora is, milyen híres zongorista zongorázott rajta valamikor, és csak ezért, mit tudom én, plusz felára van még ennek a zongorának. Tehát nem önös érdekek, vagy saját játékszerek felhalmozása az én célom. Az én célom egészen más. Az én célom egyrészt megerősíteni Magyarországon az online gondolkodás mozgalmát, másrészt pedig folyamatosan segíteni olyan embereket, akik szeretnének anyagi helyzetükben egy biztos, jól felépíthető és folyamatosan bővülő, egyre nagyobb, tehát ezt úgy mondják az angolok, hogy skálázható rendszert felépíteni, és ezt akarják megvalósítani. És abszolút igazat adok Zsuzsának akkor, amikor azt mondja, hogy nem értem azokat az embereket, akik nap mint nap folyamatosan teszik ki a posztjaikat, és tolják a gyere vegyél, gyere most vegyél, gyere ezt vegyél, gyere azt vegyél. Abszolút nem. Én inkább azt gondolom, hogy sokkal-sokkal kifizetődőbb az én márka építése. Sokkal kifizetődőbb. Ugyanezt mondja Eric Worre, ugyanezt mondja John Melton, mindannyian ugyanezt mondják, sőt, azok a fiatal lányok is ezt mondják, vagy hölgyek, inkább azt mondom hölgyek, akik millió dolláros jövedelemmel rendelkeznek, mint például Jesse Lee Ward. Tehát ő minden harmadik, negyedik posztjában arról beszél, hogy én márka, én márka, én márka, én márka. És azt mondja, konkrétan azt mondja, hogy kétfajta Jesse Lee van. Az egyik az a Jesse Lee, az üzletasszony, akinek vannak különböző üzletei, van körmös stúdiója, van edzőterme, van, mit tudom én, mondott jó néhány ilyen dolgot, hogy mi minden van, és mindezt abból valósította meg, hogy ő a network marketingben, mint fő üzletében annyira sikeres és annyira hatékony, hogy ezt meg tudja csinálni. És azt mondja, hogy senki ne akarjon Jesse Lee Ward lenni, mert ő rendkívül harsány, mert ő rendkívül szókimondó, mert ő rendkívül direkt, mert ő rendkívül sorolhatnám még a dolgokat, de ő ilyen. Van viszont egy másik Jesse Lee, az, aki imádja a kutyáit, aki imád a kutyáival lenni, aki keresi a párját, aki csak azért bejárja most a világot, hogy megismerhessen új tájakat, új embereket, új környezetet, és ezekről is beszél. Ő is ezt mondja, azt mondja, hogy igen, kell az én márkaépítés, és térjük vissza most megint az alapkérdésünkre, hogy mi az a határ, amikor valaki sok, vagy mi az, amikor valaki túl kevés. És egyértelműen az van, hogy amikor valaki, én legalábbis azt gondolom, és majd fogtok erről is beszélni, hogy amikor valaki elhallgat, és ahogy mondjátok, hogy kell 2 hét, és akkor újból rákérdezünk nála, hogy na most mi újság van, akkor valahol én szerintem a háttérben, de majd szóljatok, ha nincs igazam, háttérben az is lehet, hogy vagy túl sok voltam, vagy túl kevés. Tehát, hogy egy kicsit azért tükör az én számomra is.
ha azt a jelzést kapom, hogy nem kapok jelzést. Tehát ha nincs életjel, az is életjel, ugye ezt már elég régóta hallottuk, és ilyenkor mindig abban, hogy fölteszem a kérdést, hogy miben tudok segíteni, igen, akkor azt is meg kell magamtól kérdezni, hogy vajon odafigyeltem-e megfelelő módon erre az emberre, vagy sem. Most akkor ezzel kapcsolatosan kérném a ti észrevételeteket. Zsuzsa, akkor először a tiédét, és aztán majd Adrián is. Igen, igazad van ebben, hogy el kell gondolkodni ezen is, de ez egy nagyon nehéz dolog, hogy és sokszor, többször van az, hogy nem is mondja meg az illető, hogy akkor most miért hallgatott el, és akkor jó esetben valahogy rájövünk, vagy közösen megfejtjük a dolgot. Tehát szerintem az a lényeg, hogy olyan kapcsolatot kell kialakítani vele, hogy őszinte legyen velünk, amennyire lehetséges, hogy most ez van, most az van, most lehet, hogy nehéz helyzetbe került, olyan családi helyzetbe, hogy most nem tudja ezt csinálni, vagy valami más, de hogy tényleg az a jó, hogyha megmondják, mert akkor, ha nem mondja meg, akkor elindul egy ilyen találgatás, akkor én is gondolok valamire, ami lehet, hogy egészen más, mint ami van, és ez nem szokott jó lenni. Tehát igen, tehát hogy kezdetektől kialakítani azt a kapcsolatot, egy bizonyos szokásrendszer, hogy akkor mit hogyan kezdünk el mi kapcsolatunkban, hogy akkor ő is ráérezzen arra, hogy én hogy csinálom, hogy mit várok el tőle, meg hogy ő mit várhat el tőlem, és akkor, hogyha ez megvan, akkor lehet emlékeztetni erre esetleg őt, vagy ő is minket, de ennek is ugye megvan az a intelligens módja, hogy hogyan. Tehát nem könnyű dolog, de az ember folyamatosan tanul, és meg lehet csinálni. Köszönöm, Zsuzsa. Adri? Hát ez mindenképpen, én azt gondolom ebben a kérdésben, hogy mindig a mentor, a főnök, ha így szabad ezt fogalmazni. És ezt nem a szó negatív és autokrata értelmében mondom, hanem azért, mert egészen egyszerűen ő van azoknak az információknak a birtokában, amiről tudja, hogy amit még az új ember nem, hogy mi fog annak kelleni, hogy milyen ismereteket szedjen föl legelsődlegesen is. És én szerintem kimondatlan vagy kimondott feladata, hogy abban segítse ezt az új induló embert, vagy aki a segítségét kéri, és a segítségére szorul, vagy éppenséggel bármilyen oknál fogva hozzáregisztrált, hogy szerintem tegyünk meg érte, vagy tegyen meg érte mindent a lehetőségek határáig nyilván természetesen, amire vevő az új ember, ami ahhoz szükséges, hogy ő úgy tudja a tevékenységét elkezdeni, hogy annak a minimális, de teljes körű információnak birtokában legyen, hogy el tudjon indulni, és csak a döntésén múljon, ne pedig a tudása hiányosságain, hogy megteszi-e vagy se. Na most számtalanszor beszéltem már arról, hogy éppen ezért ezt a metodikát, hogy én ezt most, vagy bármelyikünk ezt hogyan csinálja meg a másikkal szemben, vagy a másik kapcsán, vagy a másikkal, miután mi vagyunk az információ birtokába, ezt nekünk a mentoroknak kell meghatároznunk, és az ő egyetértésével az ő ismereteit e szerint bővíteni, ahogy aztán ő ad rá időben természetesen a saját maga érdekében lehetőséget, de azt maximálisan kihasználva. És én ugye említettem már, hogy
kidolgoztam, vagy hát kitaláltam egy olyan metodikát, hogyha most én indulnék, akkor én nekem milyen információkra lenne a legsürgősebben és a legalapvetőbb fontossággal szükségem az első 7 napban, hogy a 8-tól el tudjam mondani magamról, hogy képes vagyok az önálló munkára. És azt szerint ismeret anyaggal építettem fel egy ismeret átadást, hogy ezt én számára biztosítani tudjam, ami az ő legelemibb érdeke. Így aztán dehogy is ellenkezik ellene, hanem szinte azt gondolom, hogy örömmel és szívesen csatlakozik. Lehet, hogy a beszélgetés és az információ átadás végén kicsit kóvályog a feje a sok új információtól. Azt én nem mondom, hogy nem így van. De viszont kérdezni utána kérdezhet már, mert akkor kiderül és láthatjuk mi magunk is, hogy hol nem voltunk pontosak, hol nem voltunk teljesek, hol voltunk félreérthetőek, és így ki tudjuk javítani, és tudunk kedvet csinálni hozzá, ahhoz még a, most magamról is beszélek, amikor találkoztam ezzel a rendszerrel, még egy olyan ember számára is, aki pedig úgy érzi, hogy megrögzött, hát hogy is mondjam, hát nem hozzáértő az online munkához és felületekhez, és más se áll tőle távolabb. Ha viszont elfogadható módon tudjuk gördülékenyen megmutatni neki azt, amit mi magunk is tudunk, akkor segítjük elindulni abban is, hogy késztetést érezzen a mélyebb ismeretek megszerzésére, és belássa ő is azt, hogy lámlán nem is olyan nehéz ez. És ezzel sokkal nagyobb önbizalmat tudunk adni, és tudjuk azt, hogy ezekben a dolgokban nagyon-nagyon sok múlik kinek-kinek az önbizalmán, a magabiztosságán, hogy tudja, hogy mit kell csinálni, hogy arra figyelhessen csak, tehát ha hogyant már ismeri, akkor figyelhessen arra, hogy mit csinál, és azt csinálja jól a képernyő előtt. Talán ennyi. Nagyon szépen köszönöm. Hát 2 perc múlva 9 óra, úgyhogy most már csak egy-egy záró gondolatot kérek szépen tőletek, avval kapcsolatosan, hogy én legalábbis úgy látom, hogy ez azért egy eléggé összetett kérdés, főleg olyan szempontból, hogy emberismeret, személyiségjegyek, ez mind rendkívül fontos ahhoz, hogy fel tudjuk azt ismerni, és fel tudjuk mérni, hogy maga a szponzorálás, tehát a szponzor-szponzori viszony az jól alakul, vagy kezd kisiklani, tehát ezeket is mind fel kell tudni ismerni, és jól kell tudni, mindig a helyén kell tudni kezelni. És ha már itt szóba hoztam Jesse Lee Wardot, ő konkrétan azt mondja, hogy gyerekek, addig, amíg 3-szor több ember csatlakozik az üzletembe, mint amennyi lemorzsolódik, és kapom a negatív visszajelzéseket tőlük, és 3-szor többet kapok a pozitív visszajelzésekből, addig úgy igazándiból nem fog engem zavarni, hogyha valaki abba hagyja az üzletet. És én ebben neki tudok teljesen igazat adni, és én személy szerint azt tudom mondani zárásképpen, hogy mindenki saját maga el tudja dönteni, ahogy a Szadri is mondta, mindenki elég felnőtt már hozzá, hogy el tudja dönteni, hogy hova akar eljutni az életébe, miket akar elérni, és milyen célokat akar megvalósítani, mennyire hajlamos feladni ezeket a dolgokat, mennyire tudják ők mások, mennyire hagyja magát másoktól befolyásolni, és nekem, mint mentornak, mint szponzornak pedig az a feladatom, hogyha kérés, kérdés van, akkor azt tudásom és legjobb állapotom szerint a lehető legjobban segítsem őt és támogassam. És akkor most tőletek is kérek egy-egy záró gondolatot, először Zsuzsa, és aztán Adrien. Jó? Én az én márkával kapcsolatos gondolatot folytatnám, hogy ennek van értelme, hiszen az jutott eszembe, hogy
hogy magunkat adjuk el először is, nem a terméket. Mindig ez van, hogy ha minket elfogadnak, akkor már egy lépés előre, hogy azt is elfogadják, amit kínál, mi akarunk neki. Ezért én azt mondom, hogy építsük magunkat, hogy mindenki magát érdemes, hogy fejleszte, és hogyha minél minden nap ezt megteszi, vagy rendszeresen, akkor biztosan az üzlete is fejlődni fog. Olyan emberek csatlakoznak hozzá, akik majd nagy üzletet fognak építeni, és nem kell őket noszogatni, hanem önállóak lesznek. Hát ezt kívánom mindenkinek, hogy ilyen embereket csatlakozzanak hozzá. Köszönöm. Adri? Gondolkodom ezen a kérdésen, mert valójában ezen még komolyan nem gondolkodtam el, de nemrégiben valamire írtam neked, hogy én egy eléggé, milyen szót is használtam. Szerintem annak is függvénye, hogy nem csak az embertípusnak, hogy kihez csatlakoznak és hogyan, hanem annak is, hogy per pillanat az az ember mennyire tesz mély benyomást arra valaki másra. Ez nagyon sok dolog függvénye lehet. Ez lehet a per pillanat gyakorlatilag az embernek a háttér személyiségi, hogy is mondjam, problémáinak, vagy éppenséggel, a két lábbal a földön állásán múló biztonságérzetének, vagy éppen az őt per pillanat ért lelki megpróbáltatásoknak a lenyomata, így akarom mondani. Tehát nagyon sok minden befolyásolja ezt a dolgot, de azt gondolom, hogy mindenféleképpen az számít, hogy az a személy, aki kapcsolatba kerül egy új emberrel, eszembe jutott a szó. Tehát annak függvénye, hogy mennyire karizmatikus az a vezető. Na, ezt akartam mondani. Hogy mennyire karizmatikus. Mennyire van tisztában azzal, hogy amit beszél, az úgy is van-e. Azért ki tud-e állni kellő, hogy is mondjam, határozottsággal és hitelességgel, amikor nem azon múlik csak, nem a mondandóján, nem a személyiség típusán múlik az, hogy most akkor elfogadják-e őtőle azt, amit mond, hanem átsüt-e a minden mozdulatán, a hozzászólásán, a egyáltalán az állásfoglalásain az, hogy amiről beszél, ő azt meg is éli, nem csak olvasta valahol, hanem ez az ő csontvelejében lévő bizonyosság. Így mondom ezt a karizmatikusságot, és ez túl van a személyiség jegyein. Kell tudnunk magunkra venni egy olyan pozíciót is, amiről és ami miatt figyelnek ránk, és felfigyelnek ránk, ebben mind benne van az én márka is, de kell ez a plusz is hozzá. Hogyha ez nincs meg, bármennyire jó én márkát tudunk építeni, nem fognak könnyedén csatlakozni. Mit értek ez alatt? Lehet valaki úgy is karizmatikus, hogy bemegy egy helységbe, ahol állnak, vagy vannak éppen százan, és behúzódik a sarokba, és nem szól egy szót, se csak figyel. És csak néha ejt el egy-egy szót és egy mondatot. De pontosan akkor is ott, amikor az fontos és lényeges. Egy idő után teljesen mindegy, hogy most kicsoda ő és hogy néz ki. Ha a témába vágó és olyan típusú megjegyzései, hozzászólásai, megnyilvánulásai, most már innentől nem csak szóbeli megnyilvánulásai vannak, amiből az következik mások számára, hogy kompetens abban a dologban, akkor egy idő után el fognak kezdeni ráfigyelni. Ehhez már csak plusz és habatortán, vagy mondhatnám, a hab tetején a cseresznye gyakorlatilag az én márka, tehát hogy hogyan finomítom ezt még inkább és még jobban.
Például egy Joelre akarok gondolni, amikor bemutatja az edzőtermét, és körbeviszi a kamerát, hogy ez az ő birodalma, és éppen most itt éppen a fia edz, gyakorlatilag nem lehet azt mondani, hogy ez az ember különlegesebb lenne bárki másnál. Lehetnél az te is, lehetne a Zsuzsi is, bármi egyéb. Egészen egyszerűen, amiről beszél, és ahogyan beszél, azt érzi az ember, hogy ez az ember kompetens. Tehát, és ez az a plusz, amit szerintem igyekeznünk kell magunknak, és talán ez az a fajta, és itt ezt még egyszer eszembe jutott, ez a szó a határozottsággal azonosítható, de amely elkülöníthető és el is különítendő a felső vezetői utasításadás és akármilyen erőszaktevésnek a történetétől. Egészen egyszerűen azzal a határozottsággal mondja, mutatja, teszi, csinálja azt a dolgot, amit csinál, ami az ő saját tapasztalataiból következik. Nem azért, mert ő neki, az bárki mondta, hogy ezt mondja, hogy és ezt csinálja, és ezt mutassa, hanem mert maga győződött meg arról, hogy az működik a számára talán. És itt a másik ügy. Van itt nekünk olyan üzletépítőnk, akinek az a saját szlogenje, hogy ami neked működik. Talán a karizmatikusságnak ez az első előfeltétel, hogy találd meg a te saját stílusodat, és a te saját stílusoddal emelkedj ki a többi ember közül, vagy ami miatt, amiért rád föl fognak figyelni, te tedd azt és csináld azt. Lehet egy picit talán mondani, hogy hát ez valamilyen szintű, ahogy az én márkát beszéljük, ez majdnem szinonimája ennek, de többettől. Tehát gyakorlatilag egy egyéni stílust és egy egyéniséget kell képviselni, tudni is a megszólalásokban, abban, amit megmutatunk magunkról, és többnek kell lenni annál, ami úgy az átlag, vagy többet kell tudnunk megfogalmazni, amit úgy a többiek nem szeretnének, vagy nem tudnak kimondani. Viszont mi ezt meg tudjuk tenni, és ki tudjuk mondani, és ezáltal meg tudjuk szólaltatni a bennük hátul és alul és legbelül megbújó kérdéseket, kétségeket, és ez lesz az a plusz, amitől mondjuk ránk fognak figyelni. És ez miatt leszünk éppen karizmatikusak. Nagyon sok összetevője van így, ahogy mondtad egyébként, de kell valami plusz az én márkán túl is, azzal, hogy ha bemész abba a 100 fős terembe, és odaállsz a sarokba, egy idő után akkor is be tudja tölteni mondjuk azt az egy villanykörte szerepet, ami miatt és amiért te rád figyelni fognak tudni. Nem azért, mert különlegesebb vagy, mint más. Ugyanolyan vagy. Két füled van, két szemed van, két lábad, és minden egyebet ugyanolyan, mint a többinek. Valami azonban mégis más. És ez pedig annak kell, hogy más legyen, hogy te mégiscsak tudj olyat tenni, mondani, csinálni, mutatni, ami miatt a többiek elkezdenek majd téged követni. És most ezt, Zoli, légy szíves, te is erősítsd meg. Tudsz-e te nekünk olyat mutatni, amivel tömegével követünk? Hú, ez jó kérdés, de én úgy gondolom, hogy igen. Igen, tudom. Oké. És akkor mi a te karizmád? Én azt tanultam Russell Brunsontól, tanuld meg, találd meg a hangod. Én úgy érzem, hogy sikerült megtalálni a hangomat. És talán azt hiszem, hogy ez az, ami a számomra adja az igazi értéket, amikor rámutatok a hát amikor észreveszem, meglátom, és rámutatok azokra a visszáságokra, amelyek emberi kapcsolatokat és emberi értékeket tudnak tönkretenni, amely emberi sorsokat tudnak tévútra vinni. Rámutatok azokra az előnyökre és azokra a pozitívumokra, amelyek mentén emberek tudnak megerősödni, kilépni a szarkörülményekből,
és megtanulják használni a saját belső erejüket, a saját belső energiájukat. Igen, igen, én azt hiszem, hogy ezek azok, amik miatt sikerült emberekhez eljutnom, és emberekkel együttműködnöm. Köszönöm szépen. És akkor én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ma itt volt velünk, azoknak, akik itt voltak a teremben, azoknak, akik élőben követtek minket. Látom, az üzeneteket is láttam, már válaszoltam is rájuk, és természetesen azokat is, akik majd később megnézik ezt a felvételt. Ne feledjétek, iratkozzatok fel a csatornánkra, mindenféleképpen keresétek Zsuzsát is, Adrient is, YouTube-on, Facebookon, Instagramon, az összes közösségi médián, mert meg fogsz minket majd találni, vagy fogtok minket találni. Ismerjetek meg minket közelebbről, és kezdjünk el együtt dolgozni az online gondolkodás mozgalmán, azért, hogy számotokra is a megfelelő értéket tudjuk adni, és számotokra is meg tudjuk mutatni azt a kiutat, amely számunkra már kézzelfogható, és a mindennapokban megvalósult. Ezt kívánom nektek, és gyertek velünk, tartsatok velünk, csatlakozzatok az eredményes online hálózatépítés csoportjához, keresétek Zsuzsát, keresétek Adrient, beszéljetek velük, kérdezzetek tőlük, kérjetek tőlük segítséget, biztos, hogy meg fogjátok kapni. Köszönöm, hogy itt voltatok, további szép estét kívánok nektek, mindannyiótoknak. Szervusztok! Sziasztok! Sziasztok!